Először a Savó utcában kb. 5-6 éve kipróbáltak, azt most nagyon sok helyen bevezették, nem is tájékoztatták a tagságot. Ez egy olyan rész, hogy amikor megnézik a két csövet, érzékeli egy készülék, ami felmegy, és ha lejön ugyanolyan hőmérséklet, akkor azt jelenti, hogy nem kapcsolták be a készülékeket, a radiátorokat a tagok, tehát akkor mi lesz? Leszabályozzák, nem engedik azt a hőmérsékletet, tehát hogy a csőfűtés ne üzemeljen, ne legyen, ne tudjanak haza fűteni, rákészülnek, akkor kapcsolja be. Akkor még egyszer ezeket ráküldik. És amikor érzékeli, hogy lecsökken a másikon, akkor visszaszabályoz. De ha nem, akkor meg úgy megy. És akkor este például nálunk is azt csinálják, hogy nem meleg víz, hanem levegőt, mert innent fújnak. És akkor elkezd rezegni a radiátor, mert már nem víz jön benne, hanem levegő.